Szeretettel köszöntünk mindenkit, ez itt az Élt egyszer egy olvasó podcast, Mészáros Márton és Neszlás Sándor irodalmi beszélgetős műsora. Én Neszlás Sándor vagyok. Én pedig Mészáros Márton. Jubileumi évadzáró 10. adásunkhoz érkeztünk. De már a 9-et is úgy konferáltad hát föl, hogy jubileumi. Volt. Hát úgy látszik, a jubileum... Hát figyelj, én a jubileumi óvodába jártam, úgy látszik, hogy ez belém égett ez a szó. Emlékszel, a fisszel volt mindig ez, hogy sose tudtuk, hogy hány éves éppen, és akkor évekig ünnepeltük, hogy 10 éves, meg 15 éves. Hát szerintem ezt a jó hagyományt majd itt is fogjuk folytatni. Majd amikor így 5 éves lesz a podcast, akkor majd azt legalább 3 évig fogjuk ünnepelni. Viszont ez a mostani adás, ez szintén a Tempevölgy folyóirat támogatásával jött létre. Köszönjük szépen az ő támogatásukat. De a Tempevölgy támogatása nem lenne elég, mert a legfőbb támogatást az tőletek, hallgatóktól kapjuk. És most azt beszéltük meg Marcával itt az elején, hogy egy kicsit összegzünk, megállapítjuk a tapasztalatokat, levonjuk a megfelelő tanúságokat, úgyhogy én most rögtön 3 kérdést is szegeznék neked, hogy mi tetszett, mi nem tetszett, és mit tanultál az elmúlt évadból. Hát én nagyon élveztem őszintén szólva, ugye, amikor az elején kitaláltad ezt igazából te, és aztán kitaláltuk együtt, hogy hogy legyen, akkor voltak kétségeim, hogy ezt mennyire fogjuk bírni, meg hogy lesz ez beilleszthető a napi rendünkbe, meg hogy ez mekkora munka egyáltalán. Az egy jó nagy munka magunk közt, nem, Sanya? Van vele meló, igen. Van vele meló, de közben meg ilyen jó munka, vagy hogy ilyen kreatív munka, úgy érzi az ember, hogy csinál valamit. Voltak elvárásaink, hogy milyen hallgatói számokra számítunk, azokat túlszárnyaltuk, több hallgatónk van, mint némely nagy irodalmi folyóirat előfizetőinek a száma, tehát hogy azt hiszem, hogy elégedettek lehetünk, vagy, és akkor meg, hogy így jönnek mindig emberek, és mondják, hogy hallgatták, tetszett nekik, online annyira nem szoktak így reagálni, de néhányan igen, tehát hogy inkább ilyen személyes beszélgetésekben szó kerül, milyen jó volt a legutóbbi adás, és akkor tök jó, vagy hogy nekem ez ilyen abszolút sikerélmény. Te hogy voltál ezzel? Nekem is vannak ilyen nagyon jó visszajelzések. A legjobb visszajelzés az, amikor azt mondják, hogy hát soha nem olvastam ezt a könyvet, de hogy meghallgattam a podcastet, és utána kedvem lett elolvasni, és igen, akkor így elolvastam, és hogy ez nekem, azt gondolom, hogy ez a, hogyha bármilyen célunk lehet, akkor egy ez lehet. Igen, igen. Igen, és akkor még a másik, hogy ami már szintén ilyen fisz ugye a közös egyik közös eredetünk, hogy én nekem azt tetszik, hogy így merünk, már most így magunkat dicsérjük, de hogy így, hogy merünk így amatőrök maradni, tehát hogy az kifejezetten élvezem, hogy ez tényleg nem egy ilyen nyomasztás, hogy most nem ilyen munkának fogod föl, vagy nem befolyásol senki semmi, tényleg csak arról beszélünk, amiről kedvünk van, tehát hogy nem kell itt nyilvánosan elmondanunk valami nagy kiadó regényéről, hogy mennyire tetszik, ami igazából nem tetszik. Esetleg, tehát, hogy ez a része, ez kifejezetten üdítő. Én is azt gondolom, hogy nyilván most, főleg itt az elején, ez elég furán veszi ki magát, hogy most itt jól megdicsérjük magunkat, de ezt azért szerettük volna mindenféleképpen itt az elején elmondani, mert hogy nagyon bízunk abban, hogy ez, amennyire mi szeretjük ezt csinálni, ez átjön a hallgatóknak is, és hogy föltettem ugye a kérdést, hogy mi tetszett, mi nem tetszett, mit tanultál, ezt azért tettem föl, mert ez így néha nagyon jót tud tenni egy ilyen projekt, vagy bármilyen projektnek, hogy akkor próbáljuk egy kicsit megnézni, hogy milyen irányba érdemes továbbvinni. Én igazából, amit nagyon, nagyon szeretek, hogy egyáltalán ez a podcast egy kicsit rá, nem kicsit, hanem nagyon is rákényszerít arra, hogy elolvassak szövegeket, újraolvassak szövegeket, egyáltalán olvassak. Mostanában azt veszem észre, hogy ez a legnehezebb számomra, hogy,
hogy egy kicsit az olvasást a mindennapi rutin részévé visszaépíteni, amikor úgy olvas az ember, hogy nem munka, de azért egy kicsit más, mert ezt kérdezni is akartam, hogy amikor egy podcastre készülsz, akkor azt nem lehet mondani, hogy tehát amikor, legalábbis én biztosan, amikor olvasom a könyvet, ami a podcastben lesz, akkor már mindig jár az agyam egy kicsit, hogy na milyen kérdések lesznek, hogyan fogunk erről beszélni. Egy kicsit azt veszem észre, hogy alaposabban is olvasok, tehát hogy nincs az a felületes, egy kicsit ilyen átpörgetős olvasás, hogy neked mennyire másabb podcastra olvasni egy könyvet, vagy hát, egyáltalán másabb? Hát, de azért, hogyha őszinték vagyunk, Sanya, hogy mind a ketten azért valahogy így az olvasásból élünk, vagy hogy az a munkánk, hogy olvasni kell. Tehát, hogy nekem ez inkább egy ilyen örömolvasás, akárhogy is. Tehát, hogyha én úgy olvasok, hogy írnom kell valamiről, akkor kifejezetten egy csomó olyan szempont van, aminek sok köze nincsen az olvasás öröméhez. Nem tudom, hogy ez nyilván egy kiadónál is azért megvan, mint szempont, nem, hogy azért egy picit azon is jár az agyat, hogy na ez hogy illik a kiadói profilba, na ez akár üzleti szempontok, hát az sem egy ördögtől való dolog, hogy egy kiadó az meg akar élni abból, hát, amit csinál. Abszolút, meg igazából tehát az a legnehezebb, hogy tehát olvassunk egy szöveget, sokatszor elolvassuk a főszerkesztőtársammal, a Csányi Dórával, tehát egy szöveget elolvassunk legalább 10-szer. Jó, egy gyerekkönyv esetében itt azért nem több száz oldalra kell gondolni, de ha nagyon észnél kell lenni, akkor, amikor újra és újra elolvasol egy szöveget, fönt kell tudni tartani az éberségedet, közben egyéb szempontokat is figyelembe kell venni, hogy nem feltétlenül csak irodalmi, de most itt nem arra, hogy most üzleti szempontból, hanem arra kell gondolni, hogyha te belősz egy szöveget, ami mondjuk 6 éveseknek szól körülbelül, akkor arra észre kell lenni, hogy abban ne legyenek olyan szavak, ami mondjuk egy 6 éves számára nem ismer. Világos. De én is mondom, más szemszögből olvasok, hogyha írnom kell róla, mások a szempontjaim, ez van egy csomó olyan szöveg, amit tudom, hogy nagyon jól lehet elemezni, én annyira nem volt nekem nagy olvasmány élmény, de mint struktúra, vagy nem tudom, rohadtul érdekesnek tartom irodalom történészként, nem fogom magam kedvére újraolvasni sose. Itt meg ez van pont, hogy olyanokat olvasunk, amik így valahogy az öröm olvasásról szólnak, úgyhogy ez nekem egy kifejezetten üdítő és felszabadító. Aztán, hogy mit tanultam, hát azért sokat tanultunk itt, mert sokat bénáztunk az elején, itt a ilyen apró technikai dolgoktól kezdve, hogy miközben beszélsz, ne köhögjél bele mindig, most is beleköhögök, tudom, de hogy ez munka lesz majd kivágni, vagy hogy ne kocogtassam mondjuk a mikrofonnak az állványát, szóval hogy vannak ilyen tök gyakorlati dolgok, hogy kell ilyet vágni, nem? Tehát, hogy te tudom, hogy te megtanultál mindenféle billentyűkódokat, ugye úgy csináljuk, hogy az egyikünk az hopmesterkedik, vagy az egyikünk a házigazda mondjuk rá, műsorvezető. A másikunk műsorvezető, és a másikunk vág. Így van a felosztás, és az ilyen egyéb internetes dolgokat, azt meg a Sanya csinálja főleg. Marca írja nagyon jó fülszövegeket, és hát az ilyen felkonf szövegeket. Úgyhogy igen, úgyhogy szerintem így kialakult ennek egy ilyen tök jó ritmusa. Még egy kicsit kérdeznék, mert mondtad, hogy több visszajelzést is kaptál, hogy abban itt voltak kedvenc könyvek, vagy igazából a visszajelzések kapcsán az érdekel, hogy melyik szöveg volt az, ami mondjuk így meglepte a hallgatókat, vagy hogyha volt. Aha, hát nem, ugye azt látjuk is mi a statisztikákban, és ez tök érdekes, hogy azért valahogy az derült ki, hogy az olvasóink azok azért marha műveltek, tehát hogy nem lehet őket kicselezni ilyen populáris dolgokkal, tehát hogy kifejezetten azt hiszem a legnépszerűbb szövegünk, vagy a adásunk aztán az Ottlik, ugye, a hajnali háztetők, és meg az Így és Gyula puszták népe. Így igaz. És még a Minetú, ami borzasztóan szól most már így 10 adás után, tehát hogy ott nem voltak még rendes mikrofonjaink. Az első adásnak. Az volt az első adás, illetve 0. adásnak hirdettem, emlékszem. Igen, érdekes, hogy ahogy ez itt szoktuk látni a számokat, és tehát például így fejfej mellett halad a hajnali háztetők, és a Vinetú, ezt nagyon szerettem. Most igen, de a Vinetú az nagyon régi, és ez arra mindenki rákatt innen lássuk. De hogy igazából, ahol ilyen durvább témákat boncolgattunk, azok a népszerűbbek furcsa módon, ami engem meglepett, illetve
annyiban lepett meg, hogy, hogy nyilván, hogy az olvasóink azok hát erre kíváncsiak elsősorban, vagy ez az, ami érdekli őket, vagy lehet, hogy erről tudunk amúgy jobban beszélni, azt se tartom kizártnak, illetve hogy máshol rosszabbul beszélünk a könnyebb lehet, szövegekről. Lehet. Igen, nekem mindig a legnagyobb dilemmám az, és ezért próbáltam, hogy ilyen visszajelzéseket, hogy milyen visszajelzéseket kaptál, hogy amikor beszélünk egy könyvről, akkor próbálunk egy kicsit egyszerre beszélni azokhoz is, akik már feltételezéseink szerint olvasták, illetve azokra is, akik még nem olvasták, mert a szándék mindig az lenne, hogy valaki ezt újra elolvassa, vagy hogyha már régen olvasta, akkor újraolvassa. Lehet, hogy ez néha zavaró. Tehát, hogy én nem tudom, hogy ezt a megfelelő arányt azt mikor fogjuk megtalálni, lehet, hogy ezzel mindig billegni fogunk, hogy egyszer nagyon titokzatosan beszélünk, másszor meg olyan dolgokat is azt gondolunk, hogy nem szabad megemlítenünk, amit meg lehet, hogy simán elmondhatnánk, tehát, hogy így nem tudom, de most szerintem lehet, hogy ez lesz az örök dilemmánk, hogy akkor billegni fogunk a hallgatás és a kimondás között, és akkor talán megtaláljuk a helyes egyensúlyt. És akkor még egyet felvetnék neked, ugye, amit szintén látunk itt az oldalnak a statisztikái között, hogy a hallgatóinknak csak a 74%-a van Magyarországról, és azt gondoltam én előzetesen, hogy biztos majd Erdélyből, meg Felvidékről, meg Vajdaságból fogják ezt még így sokan hallgatni, de meglepő módon 14% az Egyesült Államokban hallgatja, amit nagyon nehezen tudok oltenni, és azt is látjuk, hogy milyen államokban, ugye Virginiában, Oregonban, Texasban, Washingtonban és Kansasban, és hogy azt szeretnénk kérni, hogyha lehet ilyen interaktivitásra biztatni a hallgatókat, hogy aki ilyen extrém helyről, vagy számunkra extrém helyről hallgatja, például Virginiából, vagy Texasból, az a Facebook oldalunkon dobjon már egy kommentet, hogy ez tényleg valódi emberek, vagy itt ezek valami algoritmusok, amik becsaptak bennünket. Én nem tudom ezt. Ugyanígy szeretném buzdítani a japán hallgatónkat. Hallgatónkat, az ausztrál több is van, de több is van, mert van el Hokkaidó és Kanagawából is. Tehát, hogy ez lehet, hogy már akár három hallgatót is. Jelent. Igen, de van Észtországból, Ausztráliából. Még Észtországból el tudom képzelni, hogy valami magyar szakos hallgatja ez. De hogy... Hát én egyáltalán nem lepődöm meg, hogy Amerikában ennyire népszerű ez a podcast. Lehet, hogy te ezzel igen. De... És a harmadik helyezett pedig Németország, ott azt gondolom, hogy az anyuk. És de hát nem, az semmi közel. Semmi közel. Ott is egy. Ja nem, most már itt a észak Rajna-Vesztfália is felzárkózott, de hát, Bréma, Bavária tartomány ugye az első magasan, tehát ez is ilyen picit rejtélyes. Szóval mindenféleképpen jelentkezzenek határon innen és túli hallgatóink is, és minden kritikát, bármi legyen ez negatív, pozitív, nagyon szívesen veszünk, mert azért azt már elmondtuk, hogy ezt nagyon szeretjük csinálni, jól érezzük magunkat, de nagyon fontosak a hallgató, mert azért mégiscsak így érdemes ezt csinálni. Ami még fontos, hogy 60%-ban nők hallgatnak bennünket, azt amúgy sejtettem, mert amúgy is ugye olvasni is nők olvasnak lényegesen többen szép irodalmat, tehát és korosztályban is ugye a fiatalabbak, gondolom a hallgatóid, és hát remélem. Igen, tehát ez nagyjából ez a 23-27 és a 28-34 évig, és a 35-40. Tehát, hogy nagyjából ez a nálunk egy picit fiatalabb. Ja, nagyon erősek hallgatnak. Vagyunk, 45-59-ben és 60 plusz is. Tehát, hogy így. Szóval mindenki, mert jók vagyunk. igen. Na, szóval, hogy akkor arra jutottunk valahogy, hogy itt egy 10 adás lesz egy évad, most elmegyünk egy nyári szünetre, és aztán valami ütőssel térünk vissza. Szerintem a struktúrán annyira nem akarunk változtatni, ugye? Is azt gondolom, hogy ez egy könyvről beszélünk hosszabban, meg mindig lesz majd egy polcomon találtam, és akkor... Igen, és még esetleg lehet, hogy a következő évadban nem, de majd bizonyos esetleg meghívunk vendégbeszélgetőket, de ezt nem érezzük ilyen feltétlen szükségét. Hát, hogyha a japán hallgatók fölmennek mondjuk ilyen 15-20% körül, akkor hívunk japános kollégákat az egyetemről.
Én még egy dolgot szerettem volna ehhez kapcsolatosan, és akkor tényleg ezt lezárjuk, ezt a kicsit hosszúra nyúlt felvezetőt, hogy te szoktál-e podcasteket hallgatni? Tehát főleg amióta podcastet készítünk, hogy azóta te mennyire hallgatsz podcastet, vagy egyáltalán ez mennyire van benned a... Szoktam hallgatni a Quibitnek a podcastjét hallgatom, aztán a Kálmán Lászlónak és a Nádasdi Ádámnak a Szószátyár című nyelvészeti műsorának a podcast verzióját is szoktam hallgatni. Aztán talán a 24.hu-nak a focis podcastját. Igen. És akkor mi van még, amit ilyen biztosan van egy ilyen tudományos ismeretterjesztő, az nem tudom, hogy talán az akadémia csinálja, vagy nem tudom, azon azt szoktam még hallgatni, vagy az, ami be van állítva, hogy mindig letöltődjön. És te milyen applikáción keresztül hallgatsz podcastet? Én a Google Podcast-en hallgatom, és főleg kocsiban. És elég furcsa, mert ugye be van állítva a mi podcastünk is, és van olyan, hogy beadja a mi adásunkat, és a kislányom ül a kocsiban, és azt mondja, papa, te vagy a rádió? Jó, hát akkor innen van akkor meghallgatottság, akkor lehet, hogy... Akkor innen jön a... Innen jön a... Igen. Hát csak azt gondolom, hogy Japánban nem nagyon voltatok mostanában kocsiban, úgyhogy lehet, hogy ez... járunk mostanában, ez, Covid miatt. Oké. Én is amúgy a Google Podcast-nek ezt az applikációját használom, és nagyon szeretem még beletállítani, hogy mi az, amit automatikusan letöltsön, és akkor az egyből bekerül így a lejátszási listámba. Igen. Én többnyire nagyon sok kosaras NBA podcastet hallgatok. Uh-huh. Van az Eliup, meg a Keleten-nyugaton, ezt nagyon sokat Ezek hallgatom. Magyar nyelvűek? Ezek magyar nyelvűek, uh-huh. Igen. Magyar nyelvűben hallgatom, még van a 444-nek az olyan heti egy podcastje, és amit én is szoktam hallgatni, ezt a 24.hu-nak ez az Itzel című podcastje, az jó, gyakran. Én amit még ilyen sport tematikában nem azért, aki fut podcast, ez egy futós podcast, ezt a Simonyi Balázs csinálja, és szerintem az egyik legjobban vágott és hanganyaggal felspékelt futó és teológiai. Nem, szinte filozófiai, és azt kell tudni, hogy olyan mély, hosszú interjúkat készít, hogy ilyen, mondjuk egy nagyon híres, mondjuk a Bogár János, az biztos ismered, vagy a Monspar Sarolta több részt, tehát ilyen több részes podcast, 3-4 órás podcast is lehet, nagyon jól felépített ilyen életet interjúk. Én ezeket nagyon szerettem, és van egy ilyen hasonló, ez az Élet meg minden, ez is ilyen portré interjú. Aha, azt tudom. És az is nagyon jó, abban is nagyon jók vannak. Még én szoktam hallgatni, a Válasz Online-nak van egy podcastje, meg amit nagyon szeretek, az a Filmvilág podcast, mert ők például úgy beszélnek filmekről, hogy abszolút ilyen spoilermentesen, és nyugodtan lehet hallgatni az ő beszélgetéseiket, mert így nyugodtan meg tud nézni utána. Mert nagyjából ezeket szoktam, és a kanadai rádiónak van egy podcastja, ez a Writers and Company, az egy nagyon jó kis podcast, és abban például vannak magyar szerzőkkel is ilyen interjúk, ezt érdemes, ezeket szoktam. Szóval podcastet hallgatni jó, úgyhogy mindenkinek ajánljuk, és tényleg nekem nagy felfedezés, hogy applikáción keresztül podcastezzek, mert régen mindig így letöltöttem. De még van egy, ez a három kérdés volt, a Gazda Albertnek, meg a Löwenberg Balázsnak volt egy podcastja, nem nagyon üzemel, de azt például nagyon szerettem. Na, akkor... Na, és akkor... azért biztassuk a igen. hallgatókat is arra, hogy próbálják ki applikációba, mert azt látjuk, hogy legtöbben itt a weben nézik. De hogy igen. Nem véletlenül említettük ezt meg. A Spotify új világ előtt. Nyílik meg. Abszolút, és így az a legjobb, hogy így folyamatosan jönnek a frissítések, és nem véletlenül vannak ezek a YouTube videókon, hogy iratkozzatok fel, persze senki nem iratkozik fel, de azért mi is elmondjuk, iratkozzatok fel, és akkor jobb de lesz. De ne a YouTube videókra, hanem mi ránk. No, akkor térjünk át a mai szövegünkre, ami nem más, mint Rejtő Jenőnek a Piszkos Fred a kapitány című könyve, ez egy 1940-ben megjelent szöveg, és legutóbb, amikor befejeztük az adást, akkor azt mondtad, hogy legyen akkor Rejtőtől a Piszkos Fred a kapitány, mert hogy ezt olvastad először is, hogy szerinted ez a legjobb, vagy ezt kedved a legjobban, úgyhogy akkor azonnal kérném is a reakciót, hogy ez miért, mikor olvastad, és hogy miért jött be neked ennyire, vagy akkor mit tetszett benne? Volt egy ilyen viszonylag hosszú Rejtő korszakom, de szerintem ezzel majdnem mindenki így van, hogy így a
ilyen 12, 13, 14, 15 éves korában, főleg fiúk rá szoktak erre kattanni. Nekem is így volt, és ez volt az első, amit olvastam, és aztán úgy valahogy végigolvastam persze az összeset, ami akkor megjelent, és abban hát azért az nagyon, nagyon vegyes ez az életmű, tehát vannak kifejezetten iszonyú gyenge darabok benne, ez a Van-e Kúr Párizsban, meg egy csomó ilyen van, amit így alig lehet elolvasni, de ez a Piszkos Fred univerzum, azokat mindet nagyon szeretem, ugye ez az elveszett cirkáló, megkerült cirkáló, Piszkos Fred közbelép, Fülig Jimmy őszinte sajnálatára, és ugye ez a Piszkos Fred a kapitány, de annyira, hogy még ezeket az ilyen kevésbé ismert voltak Rejtőnek, ilyen vadnyugati történetei is, azt valami másik néven írta. Igen, 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 igen. A Néma Revolverek városa. Igen, 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 igen. Hát azok igen, ilyen igen, nagyon, igen. Nagyon sematikus sztorik voltak, mert gyakorlatilag az összes ugyanarra kapta fára épült, és amikor ez ugye rendszerváltás környékén jelent meg, ilyen nagy barna kötetekben egybe volt, azt hiszem az összes Piszkos Fred és valami ezek a vadnyugati történetek is, hát az olyan egy hitvány kiadvány volt, hogy fullon tele sajtóhibákkal, tehát azt hiszem, hogy annak az lett a sorsa, hogy ezt kidobtam, tehát az annyira rossz volt, tehát hogy ezt ilyen felnőtt fejjel egyszerűen nem lehetett elolvasni, annyira zavaróan rossz volt a maga a kiadvány, tehát élvezhetetlen volt, minden sorba volt három elütés, tehát ilyen egészen, ugye ezzel ismered ezt? Abszolút, abszolút. És nekem ebben az Albatrosz sorozatban volt meg pontosabban, hát ez még a szülő, igen, az apukám neve. Mutasd, hogy melyik van meg neked a borítóján? Én is ezt olvastam. Igen, ez egy klasszikus, és amúgy ez egy tök jó formátum volt, tehát hogy ez egy... Igen, ez a klasszikus ilyen, hát ilyen nagyon álló, tehát ez a kicsit keskeny álló. Igen, 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 de tök jó olvasni. És igen, tehát a Piszkos Fredet olvastam először, és nagyon-nagyon szerettem, tehát évekig el voltam vele, tehát hogy rendszeresen újra és újra olvastam, szerintem legalább 15-ször olvastam, de még most fejeztem be éppen, és hemperegtem a röhögéstől most is. Tehát, hogy ez, igen, ez, nem ez nagyon érdekes. Nem jó, tudod okay. Eludni. Vagy te hogy voltál vele? Én egy kicsit már, én kicsit később olvastam először Rejtőt nekem. Én úgy látszik, amikor tehát én inkább Jókait olvastam, amikor abban a korosztályban voltam. Aha. És én egyetem alatt olvastam Rejtőt, de akkor én is úgy azzal a technikával, amúgy egy nagyapámnak, ő egyszer kapott így az MÜD-i önkormányzattól egy ilyen nagyon, ez az ilyen rejtőjén összegyűjtött műve, és ebben van a légiós regények. Aha. És én azokat olvastam, hogy légió, mint halálég, és ez is ilyen borzasztó amúgy, tehát ilyen tele sajtó, meg mindenféle. Ez ugyanaz a sorozat lehet szerintem, mint amiben. Igen. És én akkor olvastam, és azt én nagyon-nagyon rákattantam, és akkor én utána szinte minden Rejtőt elolvastam. Uh-huh. És ez mondjuk egyetem alatt volt, és azóta nem olvastam Rejtőt, csak néha ebből a légió, mint halálig, ebből szoktam néha így olvasni részleteket, de inkább az előretolt helyőrségből. Azt nagyon szeretem például. És ez a Piszkos Fred, ez nekem már, én inkább amikor olvasom, akkor nekem mindig az, hogy na hát ez miben hasonlít a általam jobban kedvelt és szeretett légiós regényeknek. Tényleg? Igen, igen. És hogy akkor egy kicsit menjünk is arra, hogy én például most, amikor olvastam, nagyon ilyen megfáradtnak éreztem a szöveget, és mégpedig azért, mert ez a humor, amire így úgy emlékszel, hogy ez ilyen fergeteges humor, hogy ez nekem így nagyon nem működött, de akkor neked ezek szerint meg teljesen más a... Abszolút, más. Abszolút. Tehát kifejezetten nagyon modernnek érzem, tehát az, hogy tele van, tehát a Fülig Jimmy leveleit, az gyerekkoromban azt nagyon nem szerettem, mert érdekelt, hogy mi lesz a sztori, és ugye úgy van a regény, hogy van két fő szála, és az egyik ugye a Szent Antónió főhercegnek az ügyei, ott vannak igazából a cselekményes dolgok, és vannak a Fülig Jimmynek a levelei, aki ugye a Szent Antónió főherceget helyettesíti a főhercegi vagy királyi székben, és ő elkezd naplót írni, és ott nem nagyon történik semmi, tehát hogy ott főleg ezek a pesti kabarénak az ilyen nyelvi
nyelvjátékaira épülő humor főleg, és hogy azt gyerekkoromban nem szerettem, azt mindig átlapoztam a Fülük Jimmy leveleit, hát most meg konkrétan hemperegtem a földön a röhögéstől, tehát hogy mennyire abszurd ennek, és hogy ez egy alapvetően nyelvi humor, és rendkívüli módon szórakoztatott a segédszárnyas. A segédszárnyason konkrétan ki kellett mennem a konyhába, úgy rögtem. Ami ugye kicsit akkor, aki esetleg nem olvasta volna Rejtőt, vagy azt a regényét, és így a Rejtő univerzumba be kellene vezetnünk, akkor nagyon röviden, hogy ez a sztori, ez lényegében egy hajón játszódik, ott kezdődik, és a fő események, tehát a kiindulási pont ez ott van, hogy van egy főhősünk, akit úgy hívnak, hogy Fülig Jimmy, aki, hát, hogy is mondjam, különböző okok miatt egyszerre lesz kénytelen egy pincéri és a fűtői szolgálatokat ellátni, és tehát ezen egy Honolulu nevű, tehát ilyen luxus hajón szolgál. Honolulu Star, bocsánat, igen, és egyszer csak megismerkedik egy Mr. Irving nevű titokzatos fiatal emberrel, akiről nagyon hamar kiderül, akit említettél, hogy ő lesz San Antonio főherceg, aki egy, hát a boldogság szigetének trón várományosa, aki éppen úton van ahhoz, hogy elfoglalja a trónt, és akkor kitalálja ez a herceg, hogy ő egy kicsit szeretné kipróbálni a való életet, és megkéri a Fülig Jimmy-t, hogy cseréljenek szerepet. Na és akkor innen ebből lesznek mindenféle bonyodalmak, és a lényeg az lesz, hogy a Fülig Jimmy az uralkodó lesz, ez a San Antonio herceg pedig az alvilágba beleveti magát, és ott mindenféle kalandjai lesznek. Igen, és aztán persze összefor majd a két szál, és akkor ugye van itt ez a főhősünk, ez a Piszkos Fred, aki meg az egésznek az egész esemény sornak a fő ágense a háttérből, tulajdonképpen ő irányítja a folyamatokat, és akkor pontosan. Van egy ilyen krimiszál nyilvánvalóan, ugye van a hajón történik egy gyilkosság, és akkor az a Fülig Jimmy-ről azt kell tudni, hogy ő egy nem a legélesebb eszű figura, de borzasztó erős, és eszméletlen munkabírása van, és nagyon jó lelkű, és hát ő próbálja megfejteni ezt a rejtét, de hát erre semmi esélye nincsen, mert ő nem egy túl okos, és hát igazából ez a humornak is ez a fő tárgya szerintem az egész szövegben. Igen, és akkor most, hogy újraolvastad, akkor kicsit hasonló lesz a kérdésem, mint a kriminél volt, hogy akkor ezt most te ponyvaként olvastad, vagy egy ifjúsági szövegként olvastad, vagy egy paródia kötetként olvastad, vagy csak így olvastad, és akkor lehet belőle valami. Hát mindez együtt, nem, Sanya? Tehát, hogy ez főleg azért persze érezzük, hogy ez ifjúsági. Tehát, hogy ezt nyilván nagyon komolyan nem tudod venni, tehát, hogy maga a sztori az olyan szinten sematikus, tehát, hogy ilyen papírmasé figurák vannak benne, igazából egy, aki változik valójában, az a vagy aki nem változik, hanem akiről megtudsz itt valami pluszt, az a Piszkos Fred, aki nem olyan, mint amire számítanál, és hát a főhercegnek van egy ilyen hát jelenfejlődése, mondjuk úgy, tehát hogy kiderül, hogy ő azért a kikötők népe közt is hát kivívja magának a tiszteletet. Tehát hogy ennek mondjuk így szép irodalmilag marha sok értéke nyilvánvalóan nincs, tehát ilyen értelemben mondhatjuk, hogy ponyva. Másfelől viszont az, hogy ez az eredendő nyelvközpontúsága az egésznek. Tehát, hogy nem csak a Fülig Jimmy levelei borzasztó viccesek, mert ugye az pontosan ott le van képezve, hogy úgy írja ezt a naplóját, ahogy egy ilyen műveltségű ember írná a naplóját. És pont ez a vicc, hogy egy ilyen kikötői csavargó az mihez kezd egy olyan szituációban, amikor itt a királyi protokolloknak kéne megfelelnie, hogyan beszél, hogyan próbál előkelően beszélni, és hát és ez az egész regénynek ez az ilyen alap, ilyen poén, vagy ez az alapja majdnem minden viccnek, hogy ő így próbál előkelőnek látszani, például van neki egy
van neki egy ilyen távcsöve, vagy Ez mi a a fene, Lorignon. Lorignon, igen, És akkor... és azt egy bicikliláncon viseli, mert úgy gondolja, hogy az nagyon előkelő, és egy ilyen nagyon, nagyon természetes, nagyon szerethető az egész figura, és hát tök hülye, és fogalma nincs semmiről, és ugye ennek a, tulajdonképpen van egy ilyen olvasat ennek a két társadalmi rétegnek az összeütközése. A másik, ami meg nagyon szintén az ilyen nyelvközpontúságáról, hogy és ami összefügg azzal, hogy nem véletlenül nincsenek egyáltalán élvezhető rejtő filmadaptációk, ugye többen próbálkoztak vele, de hogy egyszerűen olyan az a nyelvi humor, ami a rejtő szövegből, vagy a rejtő szövegből így árad, azt egyszerűen nem lehet filmre vinni, és sokat gondolkodtam rajta, hogy miért, hogy először is rengeteg sok párbeszéd van benne, azok is nagyon viccesek, majd erről lehet, hogy részletesebben érdemes beszélni, hogy ugye egy teljesen más regiszterben beszélget mindenki, tehát hogy ezek a kikötői figurák, ezek a pesti kávéháznak a nyelvén beszélgetnek, és ez szuper vicces, tehát hogy ez annyira kontrasztos, hogy ezek a gyilkosok, meg tolvajok, meg nem tudom, ezek úgy beszélgetnek, mint hogyha valami pesti kávéházban ülnének, tehát hogy nyelvileg. Ez az egyik. Ezt még filmre lehetne vinni, de amikor ezt filmre viszed, egyszerűen már nem hiteles, tehát hogy mindig azt látod, hogy ebből ripacskodás lesz mindig. A másik, az pedig a leírásoknak, vagy az ilyen narrátori összekötő szövegeknek a humora, hogy barátságosan bálombereket ett, aztán felemelt és leporolt. És hogyha érted, hogy ezt nem lehet megcsinálni, ezt hogyha látsz egy fickót, aki agyonver félig valakit, aztán leporolja, az nem vicces. Tehát ez a legerősebb része szerintem, ezek a leírások, hogy nem tudom, nagyon szeretett tisztálkodni, amit senki sem értett. És akkor, hogy ezek ilyen pici dolgok, de hogy az egész ebből épül fel tulajdonképpen az egész ilyen regény. A nagyon érdekes, amit mondtál, hogy a párbeszédek, hát például a szöveg azzal indul, hogy az első fejezet, első két része az párbeszéd. De egy olyan párbeszéd, amiben Igen. nincs ez a klasszikus, hogy mondta nevetve, vagy felkiáltott, nincs Igen. név. Két ember beszélget, és éppen emiatt a beszélgetésből, mint hogy egy ilyen kabaré jelenet lenne, vagy akár Azt egy tényleg. ilyen, Igen. vagy egy felvonásos darab. Bohózat. És egy bohózat, és éppen emiatt a párbeszéd egyfelől emiatt így nagyon számomra didaktikussá válik, hogy... Tehát a párbeszédben próbál leírási részeket belepakolni a szöveg. Ami érdekes, hogy annak idején egyszer mesélte nekem arról, vagy beszéltünk arról, hogy az különbözteti meg az igazán jó szép irodalmat a nem jó szép irodalomtól, hogy a jó szép irodalmat azt nem lehet filmesíteni. Igen, viszont pont akkor erre itt az a, akartam. és akkor ugyanez, viszont abban talán egyetértünk, hogy ez nem biztos, hogy egy nagyon jó szép irodalom, de akkor mi az, amitől mégiscsak működik? Ezen felül, hogy van egy nagyon erős nyelvi regiszter és nyelvi humora, mert megmondom őszintén, te azt mondtad, hogy ez tök jó, én most olvastam, nekem annyira már egy kicsit inkább ilyen diétás humornak tűnt, hogy jó, tehát elsőre sokkal jobb volt, tehát olyan érzésem volt, mint amikor egy viccet meghallasz másodszor, akkor már így annyira nem vicces, vagy nevetsz rajta, de már nem annyira, mint amikor először. Vagy akkor mondok még egy példát, tehát amikor így megnézel mondjuk egy filmvígjátékot, és akkor elsőre így, amíg új volt, addig azt gondolta, hogy ez mennyire vicces, és akkor újra nézed, akkor meg így ilyen annyira nem működik. Vagy akkor azt lehet mondani, hogy így megöregettünk, és régen minden viccesebb volt. És... Igen. Én nem tudom, én meg egy csomó olyan dologra találtam most, amire nem emlékeztem egyáltalán. Tehát, hogy egy csomó olyan nyelvi lelemény volt most bennem, mondjuk jó régen olvastam utoljára, de hogy egy csomó olyasmit vettem benne észre, amit korábban nem, és tényleg kifejezetten nagyon-nagyon szórakoztatott. Igen, ez a pesti kabarénak, ez a humora, ez kétségkívül megvan, és nyilván ez most már nem számít egy ilyen nagyon, nagyon trendi dolognak, de azt gondolom, hogy azért az a tény, hogy ez valamiképpen mégis, tehát azt gondolom, hogy nem a sztorik miatt szeretik ezt az emberek, hanem kifejezetten a nyelvi humor miatt. És azt is azért lássuk be, hogy kevés olyan népszerű szerzőnk van, mint a rejtő. Tehát, hogy konkrétan ő ugye utcát neveztek el róla népi kezdeményezésre. Tehát, hogy ez kivel történt még meg?
Tehát, hogy ténylegesen akkora volt a társadalmi nyomás, hogy mi az, hogy rejtőről nincsen elnevezve utca. Tehát, hogy van egy iszonyú széles rajongótábora, és hogyha mondjuk megnézel ilyen, nem, nincs személyes tapasztalatom erről, csak mások mesélték, akik hallottak ilyesmiről már, hogy ilyen torrent oldalon, hogy például hangos könyvben mik a legnépszerűbb letöltések, és a rejtő hangos könyvek messze a legnépszerűbbek, például az egyik ilyen, mármint az ilyen önsegítő könyveken kívül, tehát az úgymond irodalom kategóriában simán ezek a rejtő könyvek vezetnek, de nagyon. Tehát, hogy 5-6 rejtő hangos könyv érhető el az ismerősöm szerint, illetve az ismerősöm ismerőse szerint ezen az oldalon. Tehát, hogy egy valódi népszerűség vannak, csak azt mondom, hogy ez egy ténylegesen létező igény az emberekbe. Tehát úgyhogy azért nézzük meg, hogy a középiskola, az általános iskola, ahol ez szerintem tök jó beavató olvasmány lehetne, az tudomás sem vesz arról, hogy létezik egy rejtőjelenő nevű fickó. Tehát, hogy szerintem lábjegyzetben sincsen említve. Hát mert nyilván ezt nem tudja tanítani a tanár. Mit kell ezen tanítani? Hát olvassák el, és kész. Igen, csak utána, ugye itt most mit tanítasz? Életrajzot nem tudsz tanítani, nem tudsz mellé rakni egy olyan nagy történelmi korszakot, amiről hát azért éppenséggel lehetne. Jó, én most nyilván pontosan tudom, hogy ezt lehetne, csak most így próbálom kitalálni, hogy ennek mi lehet. Igen, és pedig ez szerintem generációk óta nagyon, nagyon sokaknak a beavató olvasmánya. Most, és igenis, ez pontosan átlendít a Winnetou és a nem tudom, ilyen modernebb szövegek között, mert és akkor ott van nyilván az életműnek vannak ilyen komolyabb darabjai, mondjuk, mint a Csontbrigád, és akkor, hogy szerintem attól lehetne ezt használni amúgy a középiskolai oktatásban, például akár megnézni azt, hogy a Fülig Jimmy levelei azok mitől viccesek, mi az, amit elszúr, mi az, amit elront, akár helyesírási hibákat is lehet vadászni, hogyha éppen valaki tudom én, ez fontosnak tartja, én ugye annyira nem, de tehát, hogy ezer módon föl lehetne használni. Jó, és akkor mondod, hogy ezer módon lehetne felhasználni, de akkor kicsit maradjunk még a személyes felhasználásnál, hogy neked mik voltak azok a részek, így a nyelvi humoron kívül, hogyha volt esetleg ilyen, hogy amelyek igazán nem is emlékeztél rá, hogy ez ennyire jól működik. Mi volt az, amit így szerettél? Hát szerintem nagyon, nagyon a nyelvén kívül más nincs, tehát a sztori az egy jó szövevényes egy picit, de hogy igazából egy kriminek szerintem kifejezetten rossz, mert nem tudsz rájönni. Tehát, hogy ugye szerintem az a jó krimi, ahol valahogy el van rejtve benne, hogy már korábban valamiképpen rá tudtál volna jönni. Itt simán így áll, tehát amire az anyukám azt mondja, hogy az utcáról jött be a gyilkos. Tehát nem tudsz, esélyed nincsen, hogy rájöjjél. Igen, viszont, hogyha már olvastad egyszer, és nem emlékszel rá, akkor ott valami botoszkál, és akkor utána így meg lesz ilyen érzésed. Tehát, hogy ott közben nekem volt, emlékeztem, hogy lesz valami ezzel a San Antonioval, és akkor itt tudom, az elején még van, hogy akkor itt majd ő nem akárki lesz ez a figura. Hát tematikusan, ami szerintem a legviccesebb, az ennek az alvilágnak a bemutatása. Tehát, hogy ugye itt körülbelül ugye arról van szó, hogy a szingapúri alvilág az egy ilyen groteszk tükre tulajdonképpen a nyugati társadalomnak. És hogy igen, a mindenkori társadalomnak. A mindenkori társadalomnak, és hogy szerintem az például iszonyúan szórakoztató, és iszonyúan vicces. Tehát, hogy ott a különböző bűnöző csoportoknak megvannak a kasztjaik, és ott ugyanaz a hierarchia van, mint a valódi életben, és hogy ezekben a klubokban, mint egy ilyen céhekben tömörülnek ezek a bűnözők. És közben megvan, de hogy van valamiféle ilyen fura becsület is bennük, tehát hogy igazából valahogy tudod szeretni őket, nem? Tehát, hogy senkiről nem gondolod, hát igen, hát nem, furcsa, ellentmondásos. Ez pont olyan, mint amikor a maffia filmeket megnézed, akkor így elkezdesz szimpatizálni ezekkel a derékgyilkosokkal, mert hogy van valami mitosz körülöttük, és van benne valamilyen sajátságos etika, és itt szerintem, ami érdekes lehet ezekből a szövegekből, hogy annak ellenére, hogy ez egy ponyva, annak ellenére, hogy azért a sztori az egy
túlzottan túlbonyolított, és amikor már azt gondolnád, hogy már nagyjából sejtett, hogy kik az alvilági szereplők, akik jönnek, akkor lesz még egy szereplő, és akkor egy újabb áratlan fordulat, de közben meg ahogy a világot bemutatja, és ahogy a világban bemutatja a társadalmi egyenlőtlenségeket, az viszont ilyen tök, az nekem nagyon jól működött, és ezt a részét nagyon szerettem. És ráadásul ugye rafinált, mert ugye ez a Kódus és Királyfinak tulajdonképpen a mintájára épül, hogy mindegyik társadalmi réteget egy nem oda tartozónak a nézőpontjából mutat be. És hogy ez ugye egyrészt egy humorforrás, másrészt meg ugye hát motivált lesz, hogy miért mutatja be annyira részletesen. Tehát, hogy egy regénytechnikailag ez szerintem amúgy egy tök jó megoldás, nem? Tehát, hogy egyszerűen motivált vagy, hogy egyszerűen ez a főherceg meg akarja ismerni ezt az alvilágot, és ezért tök részletesen be tudja mutatni, hogy milyen. És na, még ami a hasonlóság talán a gangster filmekhez, hogy azért teljesen nyilvánvalóan a fikció, nem? Tehát, hogy ez annyira groteszkül van az egész megírva, hogy senki nem gondolhatja azt, hogy bármit is megtudott az alvilágról. Tehát, hogy az egész egy ilyen el van emelve, vagy eleve egy ilyen fiktív térbe van helyezve, és önfeledten tud szórakozni. Tehát, hogy tudod, amikor akkor ott lefolytatja ezt az alkut ezzel a fickóval, akinek az a munkája, hogy a halálra ítélteknek a ruháját, azt elkunyerálja, és hogy annyira szürreálisak ezek, hogy egy percig nem aggódszam úgy, hogy bármi baja esetne a főhercegnek ebben a... Tehát, hogy az nincs benne ebben a regényvilágban, hogy itt bárki is nagyon rosszul járjon. Hát kivéve az, aki a ebben a világban a valóban rossz, tehát hogy azok meg elnyerik a mérkőzést. De ott sem érzel sajnálatot, nem? Meg az is furcsa, amúgy, hogy senki iránt nem érzel sajnálatot, hogy romá pépé vernek bárkit, így vicces, tehát hogy ez ilyen humoros marad ettől függetlenül. Igen, és akkor jó, akkor egy picit akkor menjünk bele a nyelvi humorba, mert mondtad, hogy te többször is feltrengtél a nevetéstől, vagy akkor ez most, akkor most erre próbáljunk már egy-két példát hozni, hogy valakinek, aki nem olvasta, akkor egy kicsit kedvet hozzunk, ha tudunk. Hát ugye ez a nagyon klasszikus, ugye ez az első jelenet, uram, a késemért jöttem, hagyta valami matrózban, és akkor így eldiskurálnak arról, és kiderül, igen, hogy az illetőnek a hátában van a Jimmynek a kése, és akkor megpróbáljuk meggyőzni, hogy hát rakjon már bele egy másikat, mert elvérzik. Mert elvérzik, és hogy ez egy régi hely, és itt már orvost is öltek, úgyhogy ő így tudja. Tehát, hogy az egésznek ez tehát, hogy ez az alap diszonancia a szituáció és a beszédmód között. Tudom, hogy durvát fogok mondani, de ez a sorstalanságban is megvan. Tehát, hogy ez a sorstalanságnak is van egy ilyen humora sok esetben. Tehát, hogy ez például, jó, itt nyilván irtózatosan túl van tolva. Ez az egyik. A másik az, hogy pont ebből a Fülig Jimmynek ebből a nagyon korlátozott nézőpontjából ugye az következik, hogy ő nem tudja, hogy hogyan kell viselkedni, nem tudja, hogy kell beszélni, viszont amikor beszélget a főherceggel, akkor minden ilyen számára előkelőnek hangzó szót, azt így reflektál rá, hogy elmúltam 20 éves, és még nem használtam ezt a kifejezést. Igen, és akkor elkezdi teljesen öncélúan használni. Tehát, hogy az például, hogy azt kéne mondania, hogy ez most nem aktuális, azt ő úgy érti, hogy ez most aktuális. Elfelejti, hogy ez nem aktuális, mert fogalma nincsen, hogy ez mit jelent. Vagy ezt kérem, mellőzzük. És akkor teljesen, mint amikor a gyerekek, nem tudom, hogy van-e ilyen élményed, amikor a gyerekek megtanulnak ilyen teljesen hozzájuk nem illő kifejezéseket, és akkor azt mondja mondjuk az én 4 éves kislányom, hogy harapnék valamit. És akkor az a diszonáns, hogy egy 4 éves gyerektől nem várnád, hogy ő ezt mondja. És hogy igen, ez az egyik. A másik fő csoportja ennek, amikor félreért, vagy félre hal dolgokat. És félre ír le miatt. És félre ír, igen. És akkor a hidalgót, azt hideglónak mondja néha. És hogy ilyen próbál neki értelmet tulajdonítani. Tehát alapvetően ezek a
ezek a hát ilyen barbarizmusok retorikai szaknyelven, vagy szolecizmusok, tehát amikor így teljesen ilyen önkényesen eltorzítja a szavakat, én azokon olyan jókat tudok. Tehát, hogy ez például, hogy a szánsegédet azt egyszer segédszárnynak nevezi, aztán pedig segédszárnyasnak, és akkor amikor ezeket a képeket így szó szerint veszi, hogy és akkor elrepült, mert hogy szánsegéd, és a de ez meg kifejezetten ilyen Eszterházit idézi, tehát hogy Eszterházi csinálja ezeket, hogy az ilyen rögzített szóképeket azt így elkezdi literálisan érteni, hogy úgy pofán vert, hogy kirepültem az ablakon, és repültem. Nem tudom. Tehát, hogy ez például egy kifejezetten egy ilyen posztmodern jegy, nem? Tehát, hogy az ilyen állandósult szókapcsolatokat, vagy kliséket, hát azt szó szerint érteni. Ez szerintem a posztmodern nyelvjátékoknak az egyik ilyen alap. Igen, és mondjuk amikor elkezd naplót írni, akkor ezt idézzük is, már szerintem egy zseniális kezdés, hogy akkoriban lejöttem a hajóról, akkor elhatároztam, hogy naplót írok. Ez akkor úgy volt, hogy előzőleg leereszkedően csevegtem egy utassal, mert akkor már felvettem a sors akaratából nevelő lett halottnak néhai ruháit. Mindegy, szóval. A fő, ahogy mondani szokják, a szép irodalom. Mert naplót írni, ez később kiderül, mint egy tettes, a szép irodalom. És hogy itt van egy ilyen kikacsítás, és ez tényleg működik, csak néha meg itt én, nekem, ami egy idő után nagyon zavaró volt, hogy itt, tehát, hogy a mellette a körítés, az már annyira fárasztó volt, hogy így az egyszerűen, és ez túl sok volt, és amit most így a moly.hu például néztem, vannak ugye mik a népszerű idézetek, és hogy ilyen idézeteket elolvasod, egy-egy részletet, akkor ilyen tök jó, azt mondod, hát ez tök vicces, tényleg ez is jó volt, ezek a jelenetek, de hogy összességében néha így tényleg mások. De hát ez szerintem lehet, hogy valahogy az, amikor így a régen nagyon kedvelt filmet újra megnézed, és igen, visszavárod igen. Azt a hangulatot, és hogy ez nem jön el. Viszont most az még egy azért, példa jutott eszembe hirtelen, ugye ez a parton ágyúkat és ökröket sütögettek. Ugye ez is egy tipikus olyan, hogy ugye persze sütögettek, de hogy ez nem ugyanaz a kettő, és hogy így valahogy a nyelvnek a materialitásával szembesít ez, nem? Vagy a nyelvnek a működésével abszolút. Szembesít furcsa módon. Tehát, hogy akkor itt van egy teli találat, hogy lesétáltam a dombról, de útközben láttam a régi idők nyomát, mert valamikor idegen forgalomban járt a Fellegvárban. Igen. De akkor köz- és részvénytársaság volt itt. Igen, köz- és részvénytársaság. És akkor köz- és részvénytársaság, és akkor erre meg így azt mondod, hogy ez így annyira 2021 Magyarország, hogy... Igen, de nyelvileg is nagyon, nagyon izgalmas szerintem, tehát hogy össze lehetne szedni alapvetően ezeket az ilyen barbarizmusokat, és egy tök szép listáját lehetne adni, és amúgy ez ha őszinték vagyunk, akkor tényleg ez a modern irodalomnak is az egyik ilyen tök sokat kutatott és vizsgált területe, tehát ezt az Oravec is játszik vele, meg hát nagyon sokan. Kovács András Ferenc költészetében rengeteg ilyen van ezek a nyelvi játékok, tehát hogy nyelvileg, és azt hiszem, hogy mondjuk akár a Sárbogárdinak a szövegvilágát is abszolút megidézi ez a Fülig Jimmy, tehát hogy szerintem ők ilyen rokon lelkek, Sárbogárdi Olán és Fülig Jimmy, tehát ők nagyon hasonló figurák. Nagyon hasonlóak, viszont nem tudom nekem valahogy, a Fülig Jimmy az első jelenetekben ugye azon, hogy ő olvas, tehát hogy ő könyvet olvas. Tehát amikor van ez az egész, az első klasszikus nagy verekedés, akkor ő egy ilyen sörös korsónak támasztott kis füzetecskét, valami ponyvát olvas, lehet, hogy éppen Fülig Jimmy, tehát lehet, hogy valami hasonló rejtő ponyvát olvas. Igen. És hogy nekem éppen ezért, és lehet, hogy azért, mert nekem vannak más rejtő figurák, nekem a Galamb figurájához hasonlít, és a Galambot azt egy okosabb fiúnak gondolom. Jó, de a Galamb az egy társadalmilag is egy tök másik rész. Oké, csak hogy működik az olvasó, és amire ezt az egészet ki akarom vezetni, hogy azért rejtőt olvasni mindig egy ilyen felszabadult, egy ilyen tök jó érzés. Tehát olyan, amikor így egy ilyen öltönyös buliban már le lehet venni a nyakkendőt, már le lehet venni az öltönyt, és akkor lehet felszabadultan lehet két marékra zabálni, meg szóval, hogy így amikor így elengeded magad, ez a rejtő olvasónak lenni, és akkor az merült fel bennem, hogyha ezt így egy rejtő szövegnél megengeded magadnak, akkor bizonyos szövegeknél miért nincs ez a mámoros felszabadultság? Hogy ezen gondolkoztál-e? Vagy ez lehet, hogy most már csak én akarom így túl gondolni? Nem.
Én egy csomó mindent szoktam így olvasni, tehát például én a Büszkeség és balítéletet az paródiaként olvasom, és szenzációsan rohadt vicces. Tehát, hogy annyira, hogy nem tudok szabadulni a gondolattól, hogy ez egy paródia, hogy ez egy társasági regény paródia. Legalábbis a fordítók, mert magyarul olvasom, azok azt csináltak belőle. Tehát, hogy egyszer olyan nyakatekert, és olyan izé, hogy nem tudod egyszerűen komolyan venni, és mindenkinek javaslom, hogy próbálja ki a Büszkeség és balítéletet a társasági regénynek a paródiájaként olvasni, és hemperegni fog a röhögéstől. Tehát, hogy igen, itt van egy ilyen olvasói döntés. Akkor ez a rejtőszöveg, ez a piszkos fed a kapitány, ez minek akkor, minek a paródiája? Ezt, Hát igen, ezeknek az egy kaptafára készült, hát nyomozós, vagy kalandregényeknek, gondolom, vagy ponyvaregényeknek. Azért nehéz megmondani, mert ugye, ami a mi inger küszöbünket ebből eléri, az már csak ez. Tehát, hogy vagy én legalábbis nem ismerem ennek, biztos rejtőkutatók azok tudják, az egy most fogják a fejüket. Most fogják a fejüket, az egy külön kaszt amúgy az irodalmárokon belül is, hogyha megfigyelted, aki rejtőkutató, az jellemzően majdnem csak azzal foglalkozik, és minden tud róla, és nem tudom. Igen, biztos volt ennek valami előzménye, én ezeket nem ismerem, és igen, ez maradt fönn ebből, és lehet, hogy már ezért nem is érzékeljük, hogy ez paródia. Igen, viszont amit lehet, hogy a Sárbogárdinál mondtunk, vagy lehet, hogy csak gondoltunk, hogy ott azért annyira jól van megcsinálva az a paródia, hogy nem lett béna. Tehát az egy abban a szempontból egy jól megcsinált szöveg. Itt viszont olyan, mint hogyha a rejtő nem figyelt volna erre annyira. Tehát, hogy itt hát olyan az szinten érződik. Így... Tehát, hogy az látszik, hogy ezek első kézből vannak, nem? Tehát, hogy mondjam, gyors kézzel lettek írva. Tehát, hogy itt még talán a legkevésbé, de amúgy szerintem a légiós történetek is. Tehát, hogy annyira izék, ott is mindig van egy ilyen szuperhős figura, és az így megold mindent, és ez azt hiszik már, hogy meg fog kalni, de túlél mindent, és így körülbelül ennyi, és megold minden rejtét. És akkor mindig van egy párbeszéd, amikor szó szerint vesz valamit, és akkor az úgy vicces lesz. Igen, de ott amúgy azokban sokkal ritkább ez a nyelvi humor, mint a piszkos fredes sztorékban szerintem, tehát hogy nagyságrendekkel ritkább, de azért ott is persze. Hát a török szultának a levelei ott egy picit ott van, de ott még nem olyan tömény. Jó, igaz, török szultán, ők is lelki rokonok. Még egy dolog, ami viszont szerintem, egy kicsit visszacsatolnék arra, amit mondtál kicsit a podcast korábbi részében, hogy gyerekként nem szeretted a Fülig Jimmy napóját, mert vártad, hogy mi fog történni. Igen. Azt viszont el kell mondani, hogy ebben az nagyon jól van megcsinálva, hogy adagolva van az izgalom, tehát hogy nyilván nem kell nem aggódod magad halálra a főszereplőért, de amikor a San Antonio herceg éppen nagyon nagy problémában van, és azért az is egy tök vicces szituáció, hogy a Fülig, a Piszkos Fredet mindenki utálja az alvilágban. Igen. És a Piszkos Fred az, akit elkezd utálni, akkor azt hirtelen mindenki elkezdi megszeretni. Tehát, és hogyha, ezt tudja, és ezzel manipulál. Igen, de hogy ez például, ez nagyon érdekes, hogy így egy kicsit így a társadalmi reakciók, vagy inkább ilyen emberi reakciók, hogyha van egy közösség, ahol valaki közutálatnak örvend, és annak a reakciójára hogyan reagálnak emberek, az nagyon-nagyon vicces tud lenni. Igen. Viszont amit mondtál, hogy már nagyon vártad, hogy a Fülig Jimmy napon túl legyen, hogy ez az izgalom azért ez jól van adagolva, és itt látszik az, hogy a rejtő azt nagyon érzi, hogy hogyan kell az eseményeket adagolni, csak szerintem az én olvasatomban itt a legfőbb gond az, hogy itt túl sok mindent akar fordulatként és váratlan dologként bedobni, és éppen emiatt így talán majd a következő résznél lesz az, amikor ez az egész sztori így a helyére áll, mert most így, hogy elolvasod ezt a szöveget, akkor végére az van, hogy jó, hát lesz valami, és így várod, hogy mi történik még, vagy így hirtelen túl egyszerűen lesz. Igen, közben meg itt tök jól el vannak rejtve ilyen, hát nem mondom, hogy megható, de azért mégiscsak megható ilyen kis beszúrások, hogy amikor ugye a hercegnek a lánya megöleli
és akkor mondja, hogy hát nagyon jól esett, mert 10 éve nem volt már része anyai ölelésbe, és hogy még akkor is, hogyha nem az én anyám, de nekem is volt anyám, mert még egy ilyen Schrödingernek is lehet néha anyja, és hogy gyakorlatilag azért kiderül, hogy a csávót gyakorlatilag 10 éves korában elvesztette a szüleit. Szóval, hogy ez persze, ezek sosem éled meg tragikusként. Ami itt mondjuk a tragikus szál lenne, hát az ahhoz spoiler kéne, tehát hogy a piszkos Frednek mi köze van igazából a főherceghez, mert kiderül, hogy azért van. Az egy ilyen megható jelenet, de hát itt nem kell nagyon túl gondolni, tehát hogy itt nincs, nem a drámára van kihegyezve, hanem picit mint egy, az a furcsa, hogy úgy filmszerű, hogy nem lehet megfilmesíteni, tehát ha belegondolsz, nem, hogy esemény, akció. Párbeszéd, hát azt gondolnád, az Isten is arra teremtette, hogy ebből filmet kell csinálni, és hát nem. Tehát, hogy látjuk, hogy nem, mert egyszerűen olyan nagyon fontos a narráció, olyan nagyon fontos az, hogy ez igazából tényleg csak olvasva működik. A másik, ami még jó, én úgy is olvastam, ez a képregény feldolgozása, azért az apukám nagyon haragudott, de igazából szerintem az is egy nagyon hiteles feldolgozás. Abszolút, és azt én emiatt nagyon, tehát hogy azt kell mondani, hogy a képregény sajnos nálunk Magyarországon egy ilyen szitok szó, vagy egy ilyen szitok dolog, és hogy igazából nagyon sok olvasó ember lehetne, hogyha a képregényt az megfelelő helyen lenne kezelve, és például a Rejtő ebből a szempontból nagyon jó példa arra, hogy hogyan lehet az olvasást egy kicsit beindítani a képregény segítségével. Ami még érdekes lett a film kapcsán, hogy az én olvasatomban a Philip Jimmy nem egy ostoba fickó. Tehát ez inkább nekem egy olyan tanulatlan, fickó, aki... nem ostoba, de csak tanulatlan. Tanulatlan, de hogy ezt nem tudod a filmen jól meg, filmen nem tudod jól ábrázolni. Igen, én amúgy szerintem egy tök penge fickó, amúgy csak annyi, hogy bizonyos szókincs, nincs el bizonyos szókincs. Hát meg hogy nem tudja, hogy kell viselkedni, de próbál, de igyekszik, és így nem veszi. És szerintem ezek például szenzációsak, hogy amikor pikkelyezni kell, ugye, hogy a törvénycikkeit kéne, igen, azt úgy hívja, hogy pikkelyezni, és akkor hogy mondják, hogy akkor lesz hivatalosan uralkodó, ha aláír egy törvényt, vagy kihirdet egy törvényt, és ő, mivel nagyon szorítja őt a cipője, akkor hoz egy törvényt a tanács üléseknek a fesztelenségéről, hogy mindenkinek zokniba kell lenni. És ezek szerintem annyira szuperek, meg amikor a hidalgó, vagy hídlakó, vagy igen, hidegló, vagy mindenhogy nevező, és hogy akkor, vagy a gomperec, gomperec volna a neve, és akkor hogy kívánna még valamit, igen, hogy vegyen parókát, mert úgy csillog a koponyája itt a villanyfényben, hogy zavar, és akkor azt mondja, milyen parókát vegyek, zöldet, mert az illik a ruhájához, és hogy így elképzelt, hogy egy picit vizuális, hogy de az a baj, hogyha látsz egy fickót, érted, zöld parókába képed, az szerintem nem vicces. Igen, tehát hogy egyszerűen itt ez valahogy így a belső mozizásunkra épít, tehát hogy nagyon erősen épít szerintem erre a belső, el tudjuk képzelni nagyon jó, hogy néz ki ez a piszkos Fred, aki olyan koszos, hogy kétségek merülnek föl, hogy egyáltalán valaha mosakodott-e. És hogy ha látsz egy ilyen koszos figurát, az nem olyan jó, mint amit elképzelsz magadnak. Tehát, hogy amúgy meg ez az olvasásnak is a legnagyobb erénye, nem? Hogy le tudod magadnak gyártani azt a piszkos Fredet, aki tényleg annyira koszos, hogy igen, viccesebb ezeket elképzelni egy embert, hogy mit érezhet akkor, mikor felszólítják arra, hogy zöld parókát hordjon. És akkor a másik az megint ilyen nyelvi, hogy elkezdje ebbe a régi múltba beszélni, hogy mondám, meg igen, uralkodám, igen. És hogy ez is annyira tipikus, nem, hogyha valaki ilyen fennkölt akar lenni, akkor nagyon gyakran így túltolja a dolgot. Tehát, mert hát
közben ez a Fülig Jimmy, amíg ott van a vár a igazi hercegre, hogy a igazi herceg visszajön a trónra, amíg ő helyettesíti, akkor a könyvtárba eljár, és a könyvek mögé pálinkát rejt, és arra rájár, és mondja, hogy nem csak a pálinkára jártam rá, hanem arra is, hogy mondjuk ezeket a családfákat ott megnézzem. És hogy igen, amin emberek ülnek. És akkor mondja, hogy azon is gondolkodtam, hogy bevezetem a pálinka fogyasztást, kötelező pálinka fogyasztást itt a nagy fesztelenségbe. És hogy nem tudom, észrevetted, de hogy az összes naplót, a napló bejegyzést ugyanúgy elkezdi a legelejéről. Tehát tök hülye. Tehát, hogy nem folytatódik, tehát nem úgy van, hogy... Én is most vettem észre, hogy mindegyiknél elmondja, minden bejegyzésnél elmondja, most már végre elmondom nektek, hogy miért kezdtem el napló térni. És sose tudjuk meg, hogy miért kezd el naplót írni, mert mindig elkalandozik, és minden egyes bejegyzés, ez ugyanúgy kezdődik, hogy amikor a király megbízott a hajót, és akkor így teljesen szétszaladt, tehát ilyen nulla kontrollja van a saját napló bejegyzése fölött, szuper izgalmas, és minden egyes részben elmondja a legelejéről az egészet, és mindig megígéri, hogy na már elmondom, hogy miért kezdtem el naplót írni, de nem tudjuk meg. Akkor itt idéznek is egy részt azért gyorsan, hogy mostan elmondom, hogy mitől írom ezt a naplót, mert nem egyszerű. Én ritkán írtam, akkor még elvégeztem 4 elemit, mert szüleim már egész fiatalon beirattak. Mit tehetek ez ellen egy védettelen gyerek, mint én? 4. elemiben 2-szer is halasztást kaptam, 1 évet mindig. De írni mégsem szerettem. Azonban egy érdekes tényest mégis erre az elhatározásra juttatott, és akkor... megint elkezdődni, mielőtt a jó partoszátunk. Igen, még erről az iskoláról, valaki magyarázza neki, hogy különböző osztályok vannak, hogy társadalmi osztályok, és akkor azt mondja, hogy hát igen, néha valami körúton ülök én is egy padba, és nem tanulok semmit, tényleg az is olyan, mint az iskolában, az is olyan, mint egy osztály. Rohadt viccesek szerintem. Na, és ezek azok, amiket nem tudsz sehogy se megoldani. Tehát, hogy mert beletehetnél egy narrátort nyilván a filmbe, aki ezeket elmondaná. De már a leírást azt már nem tudod narrátorral megoldani, mert hogyha látod képen, akkor mi a francnak mondja el a narrátor, hogy mi van. Tehát, hogy megfilmesíthetetlen konkrétan. Éppen ezért el kell olvasni, és akkor mindenkit arra buzdítunk, hogy olvasson minél több Rejtő Jenőt, és ne féljen tőle, még akkor is, hogyha úgy érzi, hogy ez bánt. Abszolút így van. Nagyon jól fog szórakozni. Na, köszönjük szépen, és akkor én azt gondolom, hogy legyen gyorsan, egy polcomon találtam, és akkor utána meg próbáljuk kitalálni, hogy akkor a következő évad az hogy lesz. Meg nekem van egy meglepetésem számodra, úgyhogy majd azt is bedobom. Jó, én a John Steinbecknek a Kedves csirkefogók című könyvére gondoltam. Azt nem tudom, hogy ismered-e. Nem, ez ismered. Egy szuper aranyos könyv, és egy picit hasonló figurákról szól, csak ezek ilyen félig indián, félig latin, félig amerikai ilyen semmire kellő alakok, és az a sztori, tehát Kaliforniában játszódik, és az a sztori, hogy az egyik ilyen az örököl valahogy 2 házat, és hogy a haverjai, akik mindenféle hajléktalanok, meg nem tudom, azok mindenki beköltöznek ehhez a Danny nevű főhőshöz, és ott kialakítanak egy ilyen furcsa kommunát, ahogy így, tehát hogy ezekre nagyon Schrödinger figurákra egyszer csak rászakad az ő világukban egy vagyon. És hát anélkül, hogy spoilereznék, tehát hogy ezt elbaltázzák persze, tehát hogy iszonyúan aranyos, és ott is ugyanez van, hogy ezek ilyen mindenféle bűnözők, meg csalók, meg egymás feleségével, meg minden, de hogy az egész ilyen nagyon, nagyon kedves, és nagyon, hát aztán persze a végén elég szomorú lesz, de hogyha valaki esetleg nem olvasta, nagyon-nagyon jó szívvel ajánlom John Steinbecknek a Kedves csirkafogók című regényét, mindig lehet kapni könyvesboltban, most is. Ezt köszönjük szépen. Én is ilyen valami a Fülig Jimmyhez kapcsolódó, vagy a,
a Piszkos Feda kapitányhoz kapcsolódó könyvet próbáltam hozni, ez pedig Szerbantalnak a hetedik Oliver című könyve. Itt is egy királyról van szó, aki hát megunja az uralkodást, és egy nagyon csavaros módját találja ki annak, hogy neki ne kelljen többet uralkodónak lenni. De aztán ez a szöveg is mutatja, hogy az ember a saját sorsáról nem menekülhet, még hogyha nagyon is szeretne. Többet sajnos erről nem nagyon lehet mondani erről a szövegről a sztori szintjén, mert akkor talán a lényegeket elárulnám. Viszont azt kell mondani, hogy ha már számomra laza utazás az olvasmány, akkor Szerbantal. Tehát nekem van egy nagyon erős élményem, a Németországba jöttem haza vonattal, és a hetedik Olivert olvastam, és tehát, hogy imádtam, hogy olvashatja magát, nagyon vicces. De akár az Utas és Holdvilág, vagy akár a Pendragon Legend. Azt szerintem nagyjából ugyanaz a regiszter, csak egy picit eltolva fölfelé. Nem? Tehát, hogy ugyanaz a regiszter, mint Rejtő, csak feltolva fölfelé. Igen. Tehát, hogy ami kacérkodik a detektív regénnyel, kacérkodik a ponyvával, legyünk őszinték, ez van, de hogy egy ilyen bölcsészkrimi, vagy nem tudom, Umberto Eco-nak a Rózsanál, igen, az még inkább eltolva fölfelé. Igen, eltolva fölfelé, és azért a Szerbantal azért sokkal fegyelmezettebb. Tehát azért, ő nem merről slendrián lenni, ami a Rejtőnél meg, aminek néha jól áll neki, néha meg nem. Viszont de sokkal kevésbé humoros is. Igen, de nem is ez a fő oka. Viszont nagyon szerethető és olvas, jó szöveg, úgyhogy mindenkinek ajánlom a Szerbantal 7. Oliver című könyvét. Szuper! Na és akkor azt gondoltam, hogy akkor mielőtt ezt a nagy nyári szünetre elvonulunk, én most megkérdeztem a két unoköcsémet, hogy mik nekik a kötelező olvasmány. A fiatalabbnak, aki jövőre az hatodikos, neki van egy Egri csillagok. Hát azt én bármikor nagyon szívesen. Úgyhogy én arra gondoltam, hogy akkor egy Egri csillagokat olvassunk el. Abban oldalakat tudok fejből. Én nagyon szerettem, és sokat is olvastam az Egri csillagokat. Felnőttként is újra olvastam, úgyhogy én arra gondoltam, hogy akkor egy nyári szünetben egy Egri csillagokkal vonuljunk nyári szünetre, és akkor azzal indítanánk a következő alkalom, amit szólsz hozzá. Szuper, jó ötlet. Jó ötlet. Oké, jó. Én is szerettem volna, igen, még egyet így zárásként, azt tudom, majd, hogyha nagyon ellenkezel, akkor kivágjuk, de hogy ugye a Csimota kiadó kapta meg a Habiraka díját 2021-ben, és ugye az ugye a Sanyának ott nagyon komoly érdekeltségei vannak ebben a kiadóban, úgyhogy itt is szerettem volna gratulálni nektek, mert nagyon, nagyon megérdemeltétek, és nagyon, nagyon jó helyre került a dolog. És hát mivel én fogom vágni, nem fogom kivágni ezt. Akkor én még gyorsan belemondom, hogy nagyon szépen köszönjük mind a szerzőink és az illusztrátoraink és a munkatársaim Valtini Lidia és Csányi Dóra nevében, mert ez egy, a könyvkiadás, azt nem biztos, hogy sokan tudják, de ez egy óriási nagy csapatmunka, és amikor díjakat kapunk, akkor mindig a szerzők kapják, és ezért nagyon örültünk nekik, hogy most a kiadó is kapott egy díjat, úgyhogy ezt köszönöm, hogy megemlítetted. Akkor nincs más hátra, mint megköszönjük a figyelmet, mindenkit arra buzdítunk, hogy podcast alkalmazásban hallgassa a podcastünket, minél több Facebook, illetve bármilyen visszajelzést adjon nekünk, és különösen a japán hallgatók. A japán hallgatókat nagyon kíváncsiak vagyunk rá, úgyhogy japán jelentkezzen, úgyhogy köszönjük szépen a figyelmet, mindenkinek jó nyaralást és pihenést, és jó olvasást kívánunk. Én Neszlás Sándor voltam. Én pedig Mészáros Márton.